Kornel, Vigh, Benedek, Vajda, Oszkar, Petrucz, Mirko, ellenfelük. Their opponent will be Team Italy, Olaszország, Mirko, Mastrullo, Emanuele, Nardella, Edoardo, Cantini, Leonardo, Tocci. És akkor hát váltjuk is a következő képet már, hiszen magyar érdekeltségünk megint csak megmaradt itt a döntők sorozatában, hiszen a férfi kard versenyszámunkban is a magyar csapat küzd az aranyérmért, most nem a franciák akarják ugye megakadályozni őket, hanem az olaszok, ugye az olasz csapattal. A magyar csapatban szerepel nálunk Pech Kornél, aki egyébként tegnap a legjobb 8-ba is bejutott, edzője Kocsi Zsolt. Szerepel Vigh Benedek, Kósa Miki edzője, Petrucz Mirko, Varga József az edzője, és Vajda Oszkár, akinek Patolcs Ákos, és akkor így áll fel ugye a magyar válogatott. És igen, ennek meg kell mondanom azért őszintén, hogy nyilván a fiúk jobban érdekelnek ilyen szempontból. A lánynak rettentő előtt is gratulálok egyébként mindenkinek, edzőnek, stábnak, akikkel dolgoznak. És amit megtudtunk? És amit megtudtunk, háttér információként, hogy Annának a unikornisa azt a nagymamától kapta, és minden versenyre magával viszi, tehát ez a kabalája neki. Úgyhogy a nagymama segített neki ebben, hogy... segített neki már tegnap is, illetve az összes verseny is, és ma is a győzelem. Köszönjük a nagymamának is egyébként ilyen keresztül, hiszen ez egy nagy segítség volt a magyar csapatnak is, és hát most lássuk, hogy a fiúk... Igen, úgyhogy bízom benne, hogy itt a fiatalok itt jönnek föl, és akkor akár már minket megszorongatva is, úgyhogy ezt már azért szakmai szemmel is jobban. Így van, te ezt már egy picit jobban belelátsz, hogy akár ugye a keretek, vagy a keretedzések alkalmával is talán vívtál már velük. Igen, abszolút, igen, velük. Abszolút, igen, úgyhogy vívtam már velük. Vígben itt tavaly több felnőtt világkupán is indult, úgyhogy abszolút is bízom benne, hogy a fiúk rendületet kapnak ettől, és akár a junior EB, VB-n csapatban is, és egyediben is érmesek lesznek. Illetve hát, hogy igen, hogy utána azért meg kell jegyezni, nagyon nehéz az átlépés a junior és a felnőtt mezőny között. Tehát a junior az a 20-as korosztály, hogyha jól tudom. A felnőttben meg akár 40 évesen is még vívnak az emberek, tehát ott viszonylag sok korosztály összesűrűsödik, és azért ott nem olyan könnyű érvényesülni. Tehát hiába voltam, hogy a junior évedben nagyon eredményes, de egyszer csak kapsz a fejedre egy sokkal nagyobb rétegű korosztály. Tapasztaltam eredményesen. Úgyhogy nem olyan egyszerű átlépni ezt a junior korosztályba a felnőttbe, de hát ez a vívás szépsége is. És itt a srácoknak is ugye most meg is maradt egy tus előny, úgyhogy így fordulunk, és ugye érkezik még Benni, akit már említettél, hogy ugye vívtál már vele többször is. És abszolút, igen. Vívtam, küzdöttem vele, úgyhogy igen.
neki a vívás is nagyon tetszik, ő technikásabb vívók közé tartozik, úgyhogy illetve ezt el lehet mondani nagyjából, hogy a magyarokról szerintem nagy általánosságban mezőnyhöz képest, azért a magyarok a technikásabb vívók közé tartoznak, és a technikásabb vonalat képviselik, és ezáltal próbálnak a másik felé kerekedni. Nem ez a nagyon nagy futás, akár ami, az erő, ami vagy van, a gyorsaság, erődinamika, ami van most azért a pástokon, de azért a technikát is próbálják előnyben részesíteni. És ez Beninén is abszolút. Itt talán most nem mi kapjuk a pontot. Nem, ez egy támadásban egy ütésvágás volt, hogyha jól láttam. Igen, megismertem a támadás, az előkészítésben mi indítottuk a támadást, úgyhogy... Igen, amíg itt a hölgyeknél megszokhattuk az előbb, ugyanígy a magyarok oldalán állhattunk és nézhettük az asszót, szépen nyugalmasan végigülték ugye az asszót, hát itt a fiúk végáját is. Nagyon szépen türelmesen hátra jött Benni, és abból aztán egy gyönyörű támadással befejezte, úgyhogy... Hát igen, egy kicsit dinamikusabb azért a férfi kardvívás a lányhoz képest, a nőkhöz képest, de... Mind a kettő nagyon szép, ez is egy gyönyörű kihúzás és visszavágás volt, úgyhogy... Előkészítésből kell vívni, igen. Ezt Benni jól csinálja. Azt mondja a zsűri, hogy mi indultunk be, ezt... Andris, az előkészítés alatt mit értesz? Nagyon sokfajta előkészítés, lehet csúsztatásra előkészíteni, egy lépéssel, két lépéssel, ütemezett kettős lépéssel előkészíteni. Tehát az azt jelenti, hogy egyet előre lépsz, nyilván ez csak a láb munka része előkészítés, nem van a kézzel előkészítés, oldalcsellel, fejcsellel, 1562 fajta előkészítés van, amit lehet alkalmazni. Annak ugye igazából a lényeg az, hogy előkészítés abból te neked látnod kell, hogy a másik mit csinál. Ha nyilván jön, vagy hasat vág, stb. Akkor kivéded. Le kell reagálnod. Ha visszaemel, akkor elővágsz, illetve vagy ha kilép, akkor megfolytatod a támadást ebből. Tehát hogy nem egy eldöntött előre kitalálod a kész rajt előtt már, hogy te most akkor neki fogsz támadni direktbe, hanem az előkészítésből nézed, ahogy most Benni is előkészített, és látta, hogy a másik neki fogsz adni, ezáltal megelőzte. Gyönyörű megelőző kézről vett tempó, lábról vett tempó volt. Igen, igazából. Ebből a kedves nézőknek azt kell látni, hogyha csak nézik azt, hogy egy-egy kész rajtra, tulajdonképpen egy másodperc telik el. Fél másodperc telik el. Nehéz. Ebben a fél másodpercben, vagy ebben az egy másodpercben kell ugye az előkészítés alatt kitalálni. Igen, ezek tized másodpercek is akár, amikor neked látnod kell, hogy egyrészt az ellenfél pengét. Így van. Ezt már kiskorban el kell kezdeni tanítani, hogy nézni kell az ellenfél pengét. Hova vág, mit csinál vissza, emel, nem emel vissza, nyilván, hogyha direktet vág, akkor ki kell védeni, ha cseleset vág, akkor le kell követni egy paráddal, úgyhogy ez nagyon sokrétű és nagyon komplex sport. Villámgyors. Ezért szeretem. És a kard az nagyon gyors, tehát itt nagyon gyorsan történnek az események, nagyon gyorsan kell reagálni a dolgokra, de ez izgalmas része is. És 10-6-tal fordultak, ami 4-ös előny, reméljük, hogy Kornél most. Ezt csak növelni tudjam, most jelen esetben... Most nálunk volt ez is, de nem volt, csinálni kell tovább. Ez. Nagyon az elején van az asszónak, ugye ez a harmadik mérkőzésünk, asszónk ugye itt a döntőben, de hát még azért van ezen kívül még kettő körünk, úgyhogy mindenki szépíthet, javíthat az eredményen. Sajnos ismét egy rövid támadás volt, de reméljük hátrafele van, jó akciót Kornél kitalált. Szerintem sajnos nálunk volt. Igen. A vonalat tett föl Kornél, és próbált vonalat adni egy egyenes feltartó szúrást, de nem volt jó. Sajnos nem volt jó, és ez egy sima támadás belevágás lett a végén. És hát el is hallott, reméljük, hogy igen, és ezáltal kicsit átgondolja a dolgokat, és most kapott 3 tus, de most akkor majd ő fog következni, és ő adja a következő találatokat. Ezt is szokták néha alkalmazni, egyébként, hogy kardot cserélnek. Ha csak nem is rossz a kardot, de egy is egy kicsit ellenfelet ki. Van egy ilyen szabály erre egyébként, tehát hogy nem az, hogy most lecserélem a sisakomat a pengémet, tehát hogy azért ezt így engedélyezik, hogyha mondjuk én úgy ítélem meg, hogy nem jó a pengém. És egy gyönyörű korán riposztot is adott. Na hát akkor ez így van. Tehát van olyan, igen, hogy a kardot lecserélheted, hogyha te úgy gondolod, hogy nem jó. Nem fogják megkérdezni, vagy megnézni, hogy most jó. Tehát nem ellenőrzik, hogy nem. Na, most akkor ez sajnos itt is megvolt a parád, de eldobtuk a riposztot.
sajnos egy eldobott riposztot mellé vágtunk az ellenfélnek, pedig egy jó kitalált akció lett volna. Gyönyörűen lábról vett tempóból megfogta az ellenfelt, és gyönyörű oldalvágásra befejezte. Úgyhogy igen, hogy Kornel a karcsere után ráérzett talán ráérzett, az versenyszőre, a rendületet és az ütemre, úgyhogy... Van. Most ez tartsa is még meg a következő két tusig, és akkor egy kis pihenő vár rá. Együttes találatod. Mind a ketten kérik a videót, ez érdekes, most kíváncsi ezek, hogy kinek fogják ezt behúzni, hogy ki kérte a videót, mert ugye csak egy videó van, és hogyha ezt most nem találják el, tehát megmarad az együttes, hogy akkor kinek veszik le a videó kérését. Ez egy érdekes dolog volt, nem tudom kiét látta a zsűri elnök. Jó, mert ugye az először, akit észrevett, ugye tőle kellene levonni, igen, vagy tehát igen. És ez is egy érdekes dolog, hogy most már nincs olyan, hogy kinézze az edzőt és az edző kéri a videót, hanem csak a versenyző kérheti. Csak ő kérheti. Igen. Szerintem ezt nálunk adták ezt a találatot, és akkor valószínűleg az olasz videóját fogadták el. És igen, igen. Nem volt, semmi baj, nincs, kell tovább csinálni, és akciódúsabban talán egy picit. Bátrabban, igen. És akár innen talán azt láthatjuk, hogy az olasz versenyző most... Igen, megérezte, és nagyon szaladgál előre, nagyon dinamikusan jön. Én ezt kéne előre, és talán egy picit. És ugye ez eddig bevált neki, és nem volt... Nyilván, ami eddig bevált, akkor nem fog váltani. Kornélnak kicsit bele kéne zavarni ebbe a... És sajnos megint csak ugye ez megint, igen, sajnos nem tudom megzavarodni. Nem tudom megzavarni, így van. De... Megzavarodott volna az olasz versenyző, hogy kicsit megtorpant talán. Elég magabiztosan vívja ezt, amit vív, igen. Igen. És Kornél nem tudott... És megint csak bepróbálta, és... Nem, bocsánat, nem, ezt mi adtuk. Talán... Ezt akkor nem láttam innen. Talán négy tus húzomában ugye hát az olasz versenyző ugyanazt csinálta. Hát abszolút. Ő direkt beeldöntötte, ez az, amit mondtam neked az elbe, direkt beeldöntötte, hogy kész rajt után egy direkt egyenes támadást fog vágni, mindegy, hogy a másik mit csinál. Igen. Teljesen mindegy volt neki. Ez is sajnos az előkészítés után nálunk volt, azt mondja a zsűri elnök, ezek szerint nekünk megmaradt a videónk. Igen. De szerintem... Valamilyen penge érintkezést hallottunk, de nem... szerintem az véletlen volt, az nem volt direkt, úgyhogy azt nem fogják figyelembe venni. De félek, hogy ezt nem fogják megfordítani videó alapján se, de hát reméljük a legjobb esetleg volt. Esetleg ellátszod, de jó, akkor most láthatjuk. Igen, ha jó szemem lenne... De én úgy látom most, hogy az olasz versenyző talán hamarabb érintült volna. Mert az előkészítésből aki hamarabb indul, ezzel megszerzi a támadás jogát. Most ez... Itt még igen. Igen, ez megmaradt így, igen. De hát semmi probléma, tehát egy tus asszót, vagy egy tus hátrány. Ez a karbivázom, ez gyakorlatilag semmi. Így van. És ahogy láttam, Nagyhold Sanyi vezetőedző most úgy döntött, hogy Kornélt lecseréli, és jön majd Petrucz, Mirko fog az utolsó asszóra bejönni. Sőt, a következő kettőre, hiszen még Kornél talán először jött, igen, az első körben még csak le. Igen. Tehát akkor a következő kettő asszóra még ő fog érkezni. Petrucz Mirkónak ugye Varga József az edzője, és most ő adhat egy pici pluszt ahhoz az eredményhez, ami majd reméljük, hogy a mi oldalunkra szépen majd csak növekedni fog, és elhagyja ezt az olasz 15 pontot. De hát most erről tehet ugye Vajda Oszkár a bal oldalon. Igen, és nagyon nehéz egyébként a csapatversenyen az a része, hogy amikor vezet a csapaton, és utána esetleg valaki a csapattársat kikap, utána neked úgy odaállni, hogy volt egy 8-tusos előnyed, vagy 5-tusos előnyed, és már nem vezet a csapat, és úgy odaállni, hogy már hátránya kell átvenned, de nyilván mondom, ez a szépsége is a csapatversenynek, hogy bármi megtörténhet, csak nem olyan egyszerű, ami dolog találkozott, nem olyan egyszerű azt a ritmust, azt az érzést, ami előtte benne volt és vezettek, utána jön egy mélypont, hiába csak igen. Az a versenyző, aki éppen páston van, nyilván az egész csapat valamilyen szinten átveszi, de reméljük, hogy most Oszi igen, befejezte ezt a támadást, most Oldo Oszi visszahozza ezeket az előnyöket.
Kivett, ugye? Most így ez, úgyhogy ez is szép is volt. 17 van csak? 17-18, igen. Hát most volt egy 3-tusos különbség. De most úgy tűnik, hogy egálda. Most osz, igen, abszolút nagyon jól dolgozik és nagyon jól lábmunkázik, úgyhogy... Én szerintem itt is az olasz eldöntött a direktben, hogy mit akar csinálni, nem nagyon nézegetett, itt egyszerűen csak... Mennyivel... Ez már van korsan stálamázlára vágás volt, igen. Mennyivel jobb az, hogyha az ember eldönti egyébként előre? Tehát mondod, az előkészítésben Mi, ahogy én tanulom, és ahogy én kapom az oktatást... Kulisszatitok? Igen, Pézsa Tibort, illetve Gáros Gábor edzőntől. Mi azért azt tanuljuk, hogy, hogy az előkészítésből kell látni azt, hogy mit csinál a másik, és abból dolgozni. Mert előre eldöntve igazából nem tudod, hogy a másik mit fog reagálni a másik előkészítésbe. Most, hogyha jön, én eldöntöm, hogy direkt betámadok, a másik ki fog lépni, akkor onnantól kezdve én nekem biztos, hogy rövid lesz a támadásom. Ja. Tehát, hogy nekem azt le kell tudnom reagálni. Úgyhogy ilyen szituációkban előre nem nagyon szabad szerintem, hogy ahogy én tanulom eldönteni, elő kell készíteni, és abból látni kell kötelező módon, erre kell a szememet erősíteni, hogy lássam azt, hogy mit csinál. Igen. De nyilván, ahogy beszéltük, 10 másodperc alatt történnek a dolgok, tehát nagyon nehéz észrevenni azt, hogy most kilép, vagy ő most éppen direktbe fog támadni, úgyhogy, vagy éppen visszaemel, vagy éppen vág, de hát Mivel trenírozod magad ebben? Tehát attól főleg, hogy ezt tanulod hát nyilván ilyen nappal. Úgy iskolázzunk a mesteremmel, hogy nyilván különböző feladatokat végzünk el, ahol nekem kötelezően látnom kell. Én előkészítek egy lépéssel, és látnom kell azt, hogy most az edzőmmel visszaemel, és nekem meg kell tudnom csinálni a feladatot. Tehát és akkor ez ugye egy nap egy iskola, mi azért a héten minden nap iskolázunk. Tehát heti 5 iskolát kapok, és akkor ez csak az iskola része, ez egy kiragadott része a vívásnak. Onnan nekem át kell mennem ugye a edzésen valakit elhívok vívni, és ott is nekem azt erőteljesen erőltetni kell, és akkor nyilván ennek a legvége az, hogy versenyen azt meg tudok csinálni. Hát így épül föl valahogy az egész rendszer. És Mirko közben adott tusokat, ugye ő cserekként jött be. Így van, tehát most egy ilyen felállt helyzetben friss emberként érkezett. És ahogy a folyamatosan csinálta, és így is tett szerencsére. Eltámadta magát, ha rövid volt. Baj, igen. Volt vagy véd és visszavágás, tehát volt már egy szanszunk arra, hogy ezt megadjuk, de sajnos nem találta riposzt. És onnan már a másiknak volt támadási joga. Igen, ezt most nem tudjuk kihasználni, de ezt szóval jöttek, úgy van. Ez a milyen? Mondni kell tovább, Mirko, hogyha ez bevált, akkor nyomni kell tovább. Lenne úgy, hogy most ugye egy tusos különbségre hoztuk fel ugye az asszót, és hamarosan elérünk az utolsó körhez is, de még előtte van még Beninek Mirko, és még lesz egy asszója, igen. Van egy asszója, és a másik kapott beindulásért az olasz Cantini egy sárga lapot. Az olyan szempontból jó, hogy észreveszik azt, ha valaki beindul, sárga lapot kap, mert ugye, mint ahogy beszéltük is, ha valaki előbb indul és vágnak egy együttest, akkor már azt fogják megadni támadásnak, aki előbb indul, de lehet, hogy rajt előtt indul. Ezáltal már azért, amikor van egy sárga lap, nyilván nem lesz olyan bátor, tehát nem fog olyan sebességgel tudni elindulni, mert nem lesz olyan bátorság elindulni. Mert hogyha esetleg még egyszer beindul és még egy sárga lapot kap, az már piros lap, és ezt meg tussa találta, büntetik. Tehát, hogy ez ilyen szempontból jó, ezt a zsűri észreveszi. Igen, tehát itt nektek is mennyire éles szemmel kell látni az adott helyzetet, meg azon a zsűrinek is. Abszolút. A zsűrinek nincs egyszerű dolga, tehát ezt meg kell jegyezni, hogy a kar zsűrinek nagyon nincs egyszerű dolga. A penge helyzeteket látni, a pengeütéseket, a támadás belevágás volt, 4-4. Úgyhogy nincs egyszerű dolga a kar zsűriknek, tehát azt elhiszem, hogy főleg úgy, hogy két egész napot végigvívnak, és most hiába van döntő, azért 12 órát, tehát az a 24. órája, amikor zsűrizik valaki, úgyhogy nem annyira egyszerű azért ez. Ezt is miattuk, meg is vett el támadásról, igen. És akkor át is vettük a vezetést itt az egyik asszonban. Nagyon-nagyon jól szállt be. Egy jó csere volt, na. Erre azt tudjuk mondani, hogy ha így tartja a következő körben is ezt a teljesítményt, akkor jó lehet a végjátékban majd Mirko. De most egyet ül, és utána megint ő következik. Így van, most Vigh Benni fog hát akár szépíteni, de hát ezen most így egyre nincs szépíteni, tehát ezt inkább növelni az előnyünket. És akkor nagyon jó szájízzel fordulhatunk majd itt az utolsó 15 tusra. Hát azért, hogyha ezt is megnyernénk, akkor folyamatosan én közvetítem akkor ezentúl a
versenyeket. Tehát azért, önmagában már kérni is akartam, hogyha ezen múlik, akkor... És megnyertek ott a férfi kardozókra, akkor szívesen jövök legközelebb is. Jó, szerintem hívni fogunk, tehát ezzel nem lesz probléma. Már a páston állok majd legközelebb, és úgy kell majd ide beülnem, az nem lesz olyan egyszerű megoldani, de... Én azt mondom neked, hogy márciusban ugye lesz itthon világkupán. Az még nem lesz kvalifikációs világkupa, az az utolsó, ami nem kvalifikációs. Ugye áprilisban kezdődik majd az olimpiai kvalifikáció, és majd a szőuli Grand Prix-val megyünk, de ezáltal ez lesz az utolsó világkupánk, ami kvalifikációs lesz majd. Ki gondol még abba bele, de 2024 márciusában. Így van. Azért itthon reméljük, hogy majd sokan kijönnek. Jöjjenek is ki a kedves nézők és szurkoljanak nekünk, mert nyilván hatalmas erőt ad egyébként az, hogy ha minél többen kilátogatnak és szurkolnak nekünk, ez a páston ez rengeteget jelent, úgyhogy reméljük, hogy minél többen kijönnek most is akár, tehát ettől függetlenül. És azért vannak is nézők, tényleg biztatják a magyar csapatot, tehát itt a szülőktől, rokonoktól, barátoktól kezdve, vívás szeretőktől, vagy bezárólag mindenki itt van kint és biztatja ugye a fiúkat most. Előtte pedig a lányokat, de bízom benne, hogy azért a márciusi világkupán majd én inkább itt egyedül leszek, és vagy akár valakivel, és igen, téged közvetítésnek, és akkor igen, néha kiintek akkor neked, hogy... Persze, hogy ez nekem, kérlek szépen, mert akkor megtisztelve érezhetném magamat, és ebben a helyzetben... És találtak adta a zsűri elnök, remélem, hogy... Kikérte a videót egyébként. Igen, az olasz, remélem, hogy nem fogják ezt ellenünk adni. Nagyon fura stílusban vív az olasz, nagyon rángatózva vív, és ez nagyon kellemetlen. Zavaró az, hogyha valaki egy ilyen... Jó, akkor kihagyták, hogyha jól tudom ezt, ezt együttesnek adták. Igen, nagyon zavaró és megtévesztő tud lenni. Az edzőm azt szokta erre javasolni nyilván, hogy akkor kicsit le kell nyugtatni az elefet, olyan tusokat kell adni, amit kicsit... Elmegy a kedve akár a nyilvástól. Szerintem nem így volt, ezt mi adtuk, ezt jó, hogy videót kértünk erre. Szerintem megelőztük középen az ugrás közben. És remélem ezt meg is fordítják. Reméljük, hogy így is lesz, igen. Úgyhogy igen, ilyenkor kicsit olyan tusokat elővágással, tehát tiszta tálatukkal kell elnyugtatni akár, és akkor utána már nem biztos, hogy annyira. Meg is fordítottam, hogy jól tudom, igen, úgyhogy ez egy ismételten egy jó videókérés volt. És Beninek nyomnia kell tovább. Maga biztosan a nagy bizalommal nyomni kell tovább. Ezt folytatni kell, hiszen most már azért tényleg minden tus számít egyébként is, de itt ebben a véghajrában már. Ezt is miattak szerintem. Úgy van, igen, meg is adta, nagyon jó. Ezt kell tovább nyomni. Igen, az olasz nem érti, és nem értem, hogy miért nem érti, akkora mozdulatokkal vág, hogy ezt nem lehet megadni támadásnak. Igen. Hogy olyan brutális nagy mozdulatokkal vág, hogy nem is értem. Ebben a mozdulatban lemarad egyébként? Tehát egy olyan nagy mozdulatokat csinál, azért ez nagy hiba. Tehát ez olyan nagy hibát vét, hogy igazából ezt egy egyenes felvágást középen csinál az mind a két lábmunkailag, mind a két lépéskitől is csinál az egyik ekkorát bele, a másik meg egy egyenes felvágást csinál, akkor ez egy egyértelmű találta annak, aki egyenes felvágást csinál, mert a másik nagyot hibázik. Kézzel. Felvezetékkel repült. Úgyhogy azt preferálni kell azért, aki nem hibázik ekkorát, és egy direkt felvágást azért tud vágni. És hát megbüntetni a mi pontosságunkkal és gyorsaságunkkal, hogy azzal kihasználni ezt a... 28-28-28-28-an. Tulajdonképpen ennél szorosabb most még nem igen. Ez is ahogy lett a támadáson, kicsit türelmesebben kellett volna, pedig jó volt az ötlet. És jól észrevette Benni, hogy ki fogja húzni a másik. Feszült pillanatok. Fontos lenne most még ez a következő két találat nekünk. Megint egy óriási mozdulattal akart igen. Elérni az ellenfél, de ez Benni jól kiúszta. Ezt most be kell vágni ezt a támadást, itt nincs mese. Jó volt. Ezt nagyon türelmesen tudta végigvinni. És így kell a következő találatot is, ezt most nagyon szépen türelmesen végigvitte. Rossz verseny, ez egy kicsit ilyen disznóvágás jelleggel, tehát ilyen nagyon nagy mozdulatokkal, teljesen hasonlókkal vág, gyakorlatilag ugye. Szokták gondolni, hogy ez a tokától bokáig emeli a igen, így van, igen. Kardot. Ennek sajnos hangja is volt innen igen, a... Igen, pedig nagyon jól megvolt, lábtempóból fogtuk már.
az olasz versenyzőt, igen, de sajnos kivédte egy kvarta, vagy igazából nem láttam minden pontosan mivel, de sajnos kivédte. Hangjából adódóan maga biztos védés volt. Abszolút, igen, sajnos, igen, pedig jól akarta benni, és jól csinálta, de nem baj, most Mirko elég megint fordít, és a utolsó kört megnyomjuk még jobban. Igen, tartaná azt a lendületet, amit most belevitt az előbb az asszójába, és ugye hát hozta, talán meg is fordított az asszó. Benni a fejező emberünk, ugye, tehát hogy neki van még egy asszó, ő fogja 40-nél átvenni, reméljük a mi vezetésünkkel az asszót, és nem fogja kedvét veszteni ezáltal, hogy most nem adta át előnnyel az asszót. Van, nagyon nehéz egyébként a fejező embernek, hozzáteszem, tehát most mindegy, hogy még hogyha csak vezetünk is van, akkor is befejezni, hátrágon a ügyet pláne nehéz. Igen. Áron szoktam mondani, Szilágyi Áron, akkor én szoktam előtte vívni a csapaton, hogy ha hátrány adom át, az neki sokkal nagyobb kihívás onnan megnyerni egy-egy azzal, mondom, Áron, akkor mindentől kezdve, akkor... Leszáll a nyomás, és... Ha mindig nyersz, akkor inkább hátrány adom át, csak nyerjük meg az asszot. Teszünk tehát, arról, teszünk én teszek arról szívesen, hogy ne adjuk át előnnyel. Nyilván persze csak egy víz, de... Jó, hát de Áron Hásznek egy nagyon jó befejező ember, és ha vezetünk, ha hátrányban vagyunk, bármikor lehet rá számítani. Mindig is ő volt egyébként a befejező ember a csapatban? Tehát igen, nagyon régóta vív, én amikor bekerültem a felnőtt válogatottba, akkor volt egy, talán egy 2015-ös montrői EB volt, kvalifikációs EB volt, csak ugye sajnos neki 16-ban nem volt az olimpia, mert ugye mi maradtunk le róla, de az egy kvalifikációs EB volt, amit egyéniben megnyert. És utána jött a csapatverseny, ahol nyilván fáradt volt, a bokája is fájt, nyilván nehéz, hát amit az elején is beszéltünk, meg az, hogy egy egyéniben valaki sikert ér el, főleg egy EB-n, utána nehéz a VB-re, vagy a csapatversenyre teljes összpontossággal részt venni, úgyhogy ott volt egy olyan, amikor az első asszot levívtuk, hogy érezte a vezetőedző, akkor Somlai Béla volt, hogy lekérdésre, és akkor én voltam a fejező ember, és harmadikok lettünk, de azon kívül azt mondom, hogy nem nagyon volt olyan, hogy... 98%-ban inkább ő az, aki 98%-ban így vívunk, hogy, és ráadásul azt kell mondanom, hogy én meg előtte, tehát amióta én bekerültem 13-ban a felnőtt válogatottba, úgy vívunk, hogy az állna a fejező, én vagyok előtte, és akkor utána a család illetve Tomi. Aki még előtted van. A család vagy szokott előttem, illetve Tomival cserélgetik egymást, úgyhogy ugye a hetedik nagyjából így, és akkor ha van valami sérülés, vagy bármi be kell szállni, Nikó Iliász, Nikó lesz, volt az ötödik ember, aki ha volt ilyesmi, azért ő a tartalék a válogatottban. Ő is most egy sérülésből épült fel. Abszolút, igen, most volt neki egy lábsérülése, volt egy lábsérülése, mert az újra a nagy lábúja kiment az algíri versenyen, de hál' Istennek felépült, úgyhogy ő is ott lesz jövő héten Tunéziában. Szerencsére, és bízunk a legjobban pont is nektek, és szurkolunk. A magyar sikerek, ez GP lesz, igaz? GP lesz, egyéni verseny lesz, igen. Nálunk volt, de nem baj, Mirkónak kell még tovább. Közben tartja Mirko egyébként az eredményt, tehát attól függetlenül, hogy hozott túlsokat, most azért ebben... Azaz, jó. És akkor így reméljük, hogy... És akkor most ez egy nagyon fontos talált azért, hogy előnyel adja át, vagy hátránnyal, hogy ez fontos lenne, ha most Mirko adni, reméljük, hogy nagyon átgondoltan fogod állni. Itt picit hátra sétált, szerintem átgondolja, úgyhogy nagyon koncentráltan áll oda, remélem. Ezt megelőztük. Így van, középen megelőztük. Így van. Megint direkt beeldöntötte, olasz, hogy jönni fog, nagyon beleemelt, és még gyönyörűen kézről vett tempóval megelőztük, úgyhogy Mirko vezetéssel adta, tehát ez egy... Megint csak. Ez egy gyönyörű két asszója volt neki. Ez és valljuk be, nagyon jó csere volt. Tehát a legjobb kor hozták be Mirkót. És nem tudom, hogy a nap folyamán vívott egyébként, mert az elődöntőben szerintem nem vívott, és a negyeddöntőben sem vívott szerintem, nem tudom, hogy előtte vívott-e, de itt a döntőben gyönyörű. De ha csak most csatlakozott. Összeszedetten vívott, és... Van és ilyenkor tényleg nehéz, amikor egész nap megész, viszont fontosan melegítesz, ott vagy a pás mellett, nyilván a tűz az benne. A csapattal kell együtt élni folyamatosan. De amikor pástra oda kell menni, azért nyilván ez egy nehéz szituáció, de Mirko ezt abszolút jól megoldotta. Reméljük, hogy Oszi ezt most hozza is. Mirkóban egyébként Kok Máténak a személyiségét látom. Igen, a nézésében, a járásában, a viselkedésben. Együtt él a csapattal folyamatosan. Abszolút. Ez nagyon jó egyébként, hogy ennyire beleéli magát. Tehát kimondottan ezt jól látni így a pást mellett. Igen, most ugye előtt, tényleg. Igen, teljesen, de még az állásából is, és az ivásából is, és közben pedig miattuk reméljük a... Reméljük ezt, igen. Találatot is? A zsűri megadta, de videót kért az olasz versenyző, és ott azért az edzők is elég erőteljesen akarták ezt a videót. Igen, és már takarják is a videónak a nézést. Talán azért, hogy
a külső szemlélő, és akarja tudni, hogy most igen, hogyan igen, is volt pontosan. Ezt rendszeresen szokták. Takarják is végig, persze. Jó, megadták nekem, úgyhogy akkor 36-34. Aj, mélyet vágtunk! Aj, de nagy kár volt, ezért pedig itt is megvolt, és mélyet vágtunk. Igen. Ugye ez az a típus, azért mondom, hogy kellemetlen, mert betopogott egyet, és tudom, fölugrott. Tehát, hogy nem a megszokott magassága volt az ő loméja, hanem fölugrott, ezáltal sokkal följebb volt. Igen. Igen, és mélyet talán, és ott volt a nagy. Igen, de ugye ezt nem tudom, mennyire, én ezt megmondom őszintén, az valamilyen szinten nem értek egyet, ugye ha valaki két méteres felugrik, nyilván nehezebb eltalálni. Behogyne. Tehát, hogy... Persze. Meg hát ezt büntetni kéne, tehát most már akkor itt. Nálam volt így. Akkor 36-36-os. Gyerünk, Oszi! Oszink reméljük, hogy most felébredt és... Szerintem már megadta támadás, belevágást, megadta. Ezt köszönjük meg, nincs videójuk, már az előbb kikérték és nem volt igazuk. Nincs már videójuk, hiába próbálkozik kérni. Örüljünk azért, hogy ezt nálunk, hogy nekünk adták ezt a tátot, de nem baj, hát van ilyen. Lehet, hogy az ügyenők kópislogott egyet, igen, hát ez van benne ilyen, van. Van ilyen a kardhívásban, ez Kornel riposzt volt. De jó volt. Ez Kornel riposzt volt, úgy van, hogy már egy talált kell, most ez egy nagyon fontos talált, hogy most ezt most Oszi beadja és 40-36-tal tudunk. Forrutni, nyilván minél nagyobb azért az előny a végén, annál jobb. Hogy nem? Maradjon is, maradjon is így az utolsó asszonkra. Ez nálunk volt sajnos. Ezért megelőzött minket. Minket itt most Mirko szerintem eldöntötte, hogy most akkor támadni fog, és sajnos ezt az olasz észrevette. Jó! Nagyon jó! Jó volt! Na gyerünk, Benni, ezt most megcsinálom. Eddig az asszó nem is alakulhatott volna. Nagyon szoros volt, izgultunk végig. Most el tudtunk lépni. Néha ők közöttek néha mi, tehát ugye eléggé ilyen ide-oda volt, de... Igen, ezt most nagyon meg kell de fognunk. De most szerintem, nem is tudom, hogy volt már 3-tus előny. 3-tus előny nekünk nem volt az olasz csapatnak, talán ott már volt egy 3-4-tus, de így még nem vezettünk. De most reméljük, hogy ez nem zavarja meg a magyar csapatot, hogy most mi vezetünk éppen, és nem kell szaladni úgy, hogy mi az előtt. Igen, nagyon fontos ez, hogy az első pár találatot kiadja. Tehát itt most jó lenne, nyilván ez persze megint könnyű mondani, tehát így tapasztalom. De neked elhisszük, tehát most itt a nézők is gondolják, hogy nem csak a levegőről beszélsz. Nem, azért mondom, igen, tehát ennek a mentális része ez ilyen brutálisan nehéz. Tehát odaállsz, fejező a szó, előnnyel adják át, viszont úgy kell felfogni, mintha 0-0 lenne. Tehát úgy szabad csak odaállni, mintha 0-0 lenne, és 5-tust kell adni, és egy 5-ös asszót kell elvinni 0-0-ra, és meg kell nyerni ezt az asszót. Ez volt, és eddig talán jó volt. Igen, ez nagyon jó volt, nagyon fontos találat volt. És reméljük ezt Benni innentől kezdve gyönyörűen felépíti az asszóját. Fejben reméljük megvan már legalább. Ezt is kiadtuk. Szerintem... Itt az olasz csapat kapja elvileg a... Nem akarunk erre videót, ezt bejeleztük, de... De most nem biztos, hogy legalább sinnen ebből a szögből, én nem értettem egyet, de hát nem baj. Ez nálunk volt viszont. Igen, úgy látod, hogy ez akkor ez tiszta tus volt. Igen, ezt ellépte Benni, és bele is hibázott kézzel is. De hát nem baj, két tus elég. Jó, hát megyünk tovább, persze, ez még... Ezt viszont... Ezt támadástusnak megadta, igen, úgyhogy ez egy jó tus volt. Az ilyen repülgetések itt a Pesten, ezek mit? Nyilván most itt csak így próbálom ilyen laikus szemben nézni. Miben segít előre, vagy miben... Nem tudom. Tehát, én nem tudom, mert én nem szoktam, és nem vagyok híve ennek, hogy repül, vagy nem értem azt, hogy miért lesz... De megfordítottuk a találatot hozzá, hát szóval sajnos. Mert hibázott kézzel akkor át, hogy közben megelőzte a másik versenyző. Reméljük, hogy nem zökkentette ki a... Ez egy együttes találat volt szerintem. Benit. Kikértük a videót erre, egy együttes találat volt, együttesnek adta. Ő úgy érezte, hogy hamarabb indult. Igen, reméljük, hogy jól érezte. Szerintem kétes a dolog, de reméljük, hogy jól érezte. Ne kelljen bánkódni, hogy most akkor meglátjuk. Gyorsan jött vissza. Gyorsan jött vissza a zsűrit, hogy akkor ezt nem fogja megváltoztatni. Így a videó már nem lesz. Ugye előttük a videónkat, de hát nem baj, reméljük, hogy egy lámpás tusok lesznek, és csak nem kell. Csak nézni a videón. Ezt már biztos, hogy nyertük.
Úgy van, egyértelmű feladatokat kell adni, amit szintén könnyű mondani. Hát, ilyen egyszerűen nem. De azt nem lehet elcsalni. Tehát az egy lámpás feladatot azt nem lehet elvenni, nem lehet elcsalni. Hát azt nem. Az gyönyörű kihúzás volt innen. Türelmesen, türelmesen. Nem kell ezt 25-ször. Voltunk a végén türelmesek. Van hely még, van hely. Leléptünk. Most ez sajnos hiába lett rövid az olasz. Leléptünk a pást, ugye ezt büntetik találta. Igen, amikor a versenyző lelép ugye a pástról, akkor egy tust, egy pontot kap az ellenfél csapata. Jaj, micsoda izgalmak. Lányok is megszenvedték ezt az aranyérmet, most a fiúk is áthozták ezt. Jó közben akció, Palágy riposztus volt. Mint a 0-0. Kiegyenített, tehát most igen, így van, igen, most kell tényleg úgy felállni, eddig csak elvekben mondtuk, hogy akkor mintha 0-0 lenne, és egy ötös rosszult, most tényleg gyakorlatilag is. Jelen szituációban most ugye három tust kell adni a valamelyik versenyzőnek, reméljük, hogy a miénk. Ezt hamarabb adja most. Sajnos az olasz szóvá tett ezt a támadást, és az ütemet megérezte az olasz versenyző és a ritmust. Miért volna kéne bíztatni a csapatot? Kicsit váltott az előkészítésbe az olasz, és kicsit máshogy csinálja. Itt rövidek voltunk, itt most valamit ki kéne találni. Minden nehéz lesz már, de hát három tust kell adni. Igen, a következő harmat a magyar versenyzőnek Benedek kell ugye adni. Azzal tudjuk megnyerni itt most jelen pillanatban a döntőt, és ugye nem hagyni találni az olasz versenyzőket, aki egyébként a tegnapi napon ezüstérmet nyert. Ezüstérmet szólt? Egyéni igen. Nem volt volna, szerintem ez nem volt. Nem szólt felmenni a pásra ebben az esetben, de szerintem nem volt volna sajnos. Mi történik ilyenkor, ha mondjuk a csapat egy picit hamarabb semmi. Elkapja a hív, és semmi. Megmondják, hogy legyetek kedvesek. Bíztam pedig egy fekete napra esetleg. Legyetek kedvesek lemenni a pásra, igen. És akkor most meg kell várni addig, amíg a találatot megadják. A hivatalos döntést. Hát ha vonalnak adják ezt a találatot. Mert ugye Benni felrakta, kérdés az, hogy mennyire volt az magabiztos, mennyi ideig. Még ebben láthatok. Sajnos nem vagyok magabiztos ebbe, de lehet, hogy a zsűrik jobban látták ezt, mégis ők a profik, úgyhogy... És nem úgy néz ki. Most odaíve, igen, vissza kell venni a... Megadta volna? Hát ez nagyon jó. Nagyon hát jó? Nagyon jó. Ide. Megadta volna, úgyhogy... Parád és izgalmak a döntőben. Úgyhogy tovább, innentől lelkileg... És ez most megzavarodja. Az olaszok fölmentek, ünnepeltek, innen... Innen mentársak, kicsit léphetünk előre. A lelki arra előny, kell figyelni, hogy azért a hajózó három tusban rövidet vágott középen. Jó lenne, ha nem vágna rövidet, nyilván ez is kell. Így van! Boom! Ez szép. Az! Ezt meghallgattam, látod? Igen. Meghallgattam. Igen. És most is jó lenne, nem vágna rövidet. Micsoda izgalmak vannak itt a végén. Ezt igazából már az edzők se bírják. Nem. Járkálnak fel alá rendesen, ezt nem tudom, hogy látják a nézők, de járkál mindenki fel alá rendesen. Na gyerünk, Benni! Hát, szerintem megelőztek minket középen. Igen. Benni arra számított szerintem, hogy ki fog lépni az RF, és szerintem ezt meg is adta már a zsűri. És ilyenkor is sajnos, nem sem, hogy meg kell nézni kötelezően a videót, de ezt eldöntöttem. Legyen a három magyar igazság, most ezt nézzük vissza még egyszer, vegyük el megint az orosz csapattól ezt a... Igen, ez egyértelmű volt sajnos, és... Még Benni jót küzdött itt a végén. Hát ez egy, nem sikerült. Egy kiélezett versenyben, és hát pontosabban egy döntőben maradtunk most alul az olasz csapat. Viszont
ha átfordítjuk az egész kimenetelét a napjuk, ez egy gyönyörű szépen csillogó ezüstér a magyar csapat nyakában. Ezzel föl fognak jönni a világon, aztán nyilván könnyebb ellenfeleket fognak a hajtalában. És reméljük, hogy elég ötötőnek, tehát ez a legrosszabb eredmény. Így van, ezt a lendületet tartsuk meg a magyar csapatnak, ugye a nőknek, ugye a hölgyeknek gratulálunk az aranyéremhez. Gratulálunk a férfi csapatnak, a vezetőedzőknek és a szurkolóknak, az egész igen, csapattagnak, pszichológusoknak, így van, nagymamának, ugye, tehát az egész családnak, ugye a férfi karcsapat ezüstérméhez. És hát egy nagyon nagy köszönet ugye Szatmár Jánosnak, hogy hát itt segítette a munkámat, és hozta nekünk a kabalát tulajdonképpen, hogy ilyen szép érmek csillogassanak a kardozóink nyakába. Én mondom, jövök legközelebb is. Gyere! Ha ilyen nagyon szép döntőket kell levezetnem, és eredményeseket, akkor jövök legközelebb. Ezen nem olyan a helyed, itt lesz mellettem, nagyon szépen köszönöm, és találkozunk. Jövő héten pedig nagyon sok sikert a GP-n. Sziasztok, köszönjük szépen!